Megyei közgyűlés, elfogadták a képviselők a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitányság beszámolóját, valamint a megyei klímastratégia is zöld utat kapott. Népszerű az intézmény, több mint 3000 jelentkező, közel 5500 jelentkezést nyújtott be a Nyíregyházi Egyetemre a 2018-as általános felvételi eljárás keretében. Figyelnek a fiatalokra. Elvándorlás, drogfogyasztás, digitális világ, többek között ezekről a témákról szólt a második Nyíregyházi Ifjúság konferencia. Elfogadták a képviselők a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitányság beszámolóját a megyei közgyűlésen. A Kölcsey Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket. Megyénkben már évek óta csökken a regisztrált bűncselekmények száma, amelyhez a fokozott rendőri jelenlét mellett a térfigyelő rendszerek és a polgárőrség megelőző jelenléte is hozzájárul. A közgyűlés a számos napirendi pont között elfogadta továbbá a megyei klímastratégiát is. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitányság beszámolójával kezdte meg idei második ülését a megyei közgyűlés. A képviselők méltatták a rendőrök munkáját, elhangzott kiemelkedő és kivételes teljesítményű a megyében szolgálatot teljesítő rendőrök eredménye. Lipők Sándor, a Fidesz-KDNP megyei frakció vezetője elmondta, a beszámolók alapján egyértelműen látszik, hogy a településeken folyamatosan javul a közrend és a közbiztonság. Azt mondta, hogy a felderítési mutatók, a bűn esetek, amelyek megtörténnek, azoknak a száma is csökkent, tehát azt jelenti, hogy a megelőző tevékenységre nagy hangsúlyt fektet maga a rendőrség, és ez a mutatószámokban is jelentkezik, és azt jelenti, hogy általánosságban mind az önkormányzatok, mind a lakosság úgy érzékeli, hogy javult a közbiztonság, hiszen nem történik annyi bűncselekmény, akár betöréses lopásról, vagy bármely más bűncselekményre is mondhatnánk ezt. Adorján Béla, a Jobbik megyei frakció vezetője, a rendőrök munkáját elismerve azonban felhívta a figyelmet arra, hogy a közrend és a közbiztonság javítása mellett a kábítószer elleni harcban magára maradt a rendőrség. A frakció vezető szerint a NAV vagyonosodási vizsgálata, valamint a leszokásban segítséget nyújtó kényszergyógykezelés lehet a megoldás a megyénket is érintő drog problémákra. Miután a rendőrség sajnos csak a hatóanyagok tekintetében tudja üldözni a kábítószer kereskedelmet és fogyasztást, ugyanakkor nagy tisztelettel kérdezem, hogy a vámis pénzügyőrség miért nem száll be ebbe a harcba, mégpedig olyan formában, hogy nyilvánvalóan mindenki tudja, akár az adott településen, ahol él, de akár a kis közvetlen környezetében, hogy azok a személyek, akik kábítószer kereskedelemmel foglalkoznak, hirtelen vagyongyarapodással bírnak. Tehát itt a vámis pénzügyőrségnek, a NAV-nak különben az lenne a feladata, hogy az ilyen esetekben, akár lakossági bejelentések útján azonnali hatállyal indítsanak el vagyonosodási vizsgálatot, hogy hogyan és milyen módon szerezte hirtelen az adott állampolgár ezt a mérhetetlenül nagy vagyont. Itt személyes tapasztalatom az, hogy igen látható, hogy ki kezdett bele ilyen egyébként tiltott fekete üzletbe, és ezek az emberek általában nem is rejtik véka alá azt, hogy ők milyen hamar vagyonosodtak. A másik kiegészítő segédeszköz lehet arra, hogyha a törvényalkotás is beszáll ebbe a körbe, mégpedig olyan módon, hogy újraéleszti a valaha egykor Magyarországon intézményesen működő kényszerelvonó kúrák bevezetését. A közgyűlés egyöntetű többséggel elfogadta a megyei klímastratégiát és az éghajlatváltozási platform létrehozását is, amelynek munkálatai már 2016-ban elkezdődtek. Több éven keresztül folytattuk ezt a munkát, amelynek eredményeképpen ez a dokumentum elkészült. Számos projektrendezvényt tartottunk, különböző szakmák, településtípusok, egyének szakértők bevonásával, amikor azt fogalmaztuk meg, hogy milyen tevékenységet kell végeznünk a közeljövőben, hogy a klíma a változás hatásaira felkészüljünk. Itt már nem az a kérdés az anyagban sem, hogy lesz-e klímaváltozás, hanem tényként vagyunk kénytelenek rögzíteni, hogy ez a klímaváltozás hatásait már érezzük, akár hétköznapi ember szintjén is, és erre fogalmaz meg javaslatokat ez a dokumentum, milyen cselekvési programot. További feladatokat kell elvégezni az államnak, önkormányzatoknak, települési önkormányzatoknak, civil szervezeteknek.
Sesták Oszkár hozzátette, a dokumentum a települési önkormányzatoknak is útmutatót nyújt majd, hogy az adott régióban milyen kihívásoknak kell megfelelniük, akár a mezőgazdaság, a katasztrófavédelem vagy a vízgazdálkodás szempontjából. Több mint 3000 jelentkező közel 5500 jelentkezést nyújtott be a Nyíregyházi Egyetemre a 2018-as általános felvételi eljárás keretében. Ugyanakkor a jelentkezők száma az előző évihez képest 5%-kal csökkent. Ennek az az oka, hogy az oktatási intézmény a piacorientált képzésekre koncentrált, így több olyan szak is volt, amelyet nem hirdettek meg. 2018-ban emelkedést mutat a felsőoktatási szakképzésekre történt jelentkezések száma. Az összes elsőhelyes jelentkezésnek mintegy 74%-át teszi ki az alapképzésre történt jelentkezések száma, 21% az osztatlan és mesterképzések, és 5% a felsőoktatási szakképzések aránya. A Nyíregyházi Egyetem idén is úgy állította össze képzési kínálatát, hogy az megfeleljen a térség igényeinek és a piaci elvárásoknak is. Ezért régi új szakként idén is akkreditálta a szlavisztika alapképzés ukrán szakirányát. A jelentkezői létszám az országban a legmagasabb erre a szakra. Ez a 23-as szám, amit most kimondok, némileg kevésnek tűnhet, de ha tudjuk, hogy az ukrán szakirány, ez egy kis szak, úgynevezett kis szak, és régebben is 4-5 fő jelentkezése volt jellemző, ez a 23-as szám azt hiszem nagyon meggyőző, hogy ez egy hiány szak ezen a területen, vagy ebben a térségben, tehát a Nyíregyházi Egyetem jól döntött, amikor akkreditált ezt a szakot. Első alkalommal hirdették meg a közgazdász tanárszakot, amelyet a januári pótkötetben tüntettek fel. Erre a szakmai tanárszakra 30 fő jelentkezett. A tájékoztatóban már nem került be, de a Nyíregyházi Egyetem szociálpedagógiai mesterszakot is indít. Az akkreditációs eljárás elhúzódása miatt erre csak augusztusban lehet majd jelentkezni a pótfelvételi eljárás során. Az egyetem átvizsgálta azokat a szakokat, amelyekre az elmúlt években bár volt jelentkezés, de olyan kevés hallgatót tudtunk volna fölvenni, hogy nem tudtuk beindítani a szakot. Hogy ne legyen megint sok NI jelzés, vagyis nem indul jelzés a felvételi tájékoztatóban, illetve hát majd a vonalhúzásnál, ezért ezeket a szakokat most nem indítottuk. Helyette próbáltunk olyanokat keresni, amelyekre viszont stabilan tudunk számítani, és tudjuk indítani is a hallgatók számára. Ilyen volt a nemzetközi tanulmányok, a pedagógia és a környezettan. Azonban emelkedés volt tapasztalható a gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakon, amit idén 156-an jelöltek meg első helyen a Nyíregyházi Egyetemen. Továbbra is népszerűek a programtervező, informatikus és sportszervező alapképzési szakok. Az idei évben ugrásszerű emelkedést mutatnak a mérnöki terület jelentkezési számai. Mintegy 40%-kal nőtt a gépészmérnöki alapképzési szakra és a mezőgazdasági mérnöki szakra történt jelentkezések száma. De nagyon pozitív változást mutat a közlekedésmérnöki és járműmérnöki, valamint a mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki létszám is. Összességében 30%-kal nagyobb a műszaki és mezőgazdasági mérnöki alapszakok iránti érdeklődés. Elvándorlás, drogfogyasztás, digitális világ. Többek között ezekről a témákról szólt a második Nyíregyházi Ifjúság konferencia. A Debreceni Egyetem egészségügyi kara, a Nyíregyházi Ifjúsági Kerekasztal és a Nyíregyházi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum közös rendezvénye workshopokkal és előadásokkal készült a fiatal generációnak. A megnyitón az is elhangzott, a Nyíregyházi önkormányzat akár 1 millió forinttal is támogathatja a diákok ötleteit. Két tematika köré épült az idei második Nyíregyházi Ifjúság konferencia. Egyrészt az ifjúságot érintő problémákra kerestek megoldást, valamint a fiatalokkal foglalkozó helyi szervezetek programjait mutatták be a résztvevő előadók. Évek óta küzdünk a fiatalok elvándorlása ellen. Ez azt jelenti, hogy azért az itt jelenlévő szervezetek, és most a piaci szervezeteket is meg lehetne említeni, nyilván az a céljuk, hogy a nyíregyházi fiatalok, ha nem is itt tanulnak, de hazajöjjenek Nyíregyházára, és itt próbáljanak elhelyezkedni, kapcsolatokat kiépíteni és letelepedni. Nyilván az ifjúsági kerekasztal és a kábítószerügyi egyeztető fórum munkája is nagyon szorosan összefügg, és a problémák között akkor meg kell említeni a szórakozási lehetőségeket, a szórakozó helyek veszélyeit, a kábítószerfogyasztást.
Az Európai Unió drogügynökségének adatai alapján Magyarországon továbbra is a kannabisz a leggyakrabban használt kábítószer. Fogyasztása leginkább a 18-34 éves fiatalok körében összpontosul. A magyar középiskolások esetében az alkalomszerű, de nagy mennyiségű alkoholfogyasztás gyakorisága pedig magasabb volt a 30 másik vizsgált ország átlagánál. Csepeli György Digitális Család című előadásában kiemelte, az internet használat, az új technológia minden család életét felforgatja azzal, hogy behatol az intim szférákba. A hagyományos viszonyok radikális módon alakulnak át. Ma már a gyerekkel ugye nem élőszoban beszélgetünk, hanem cseten beszélgetünk, jól lehet ott van mellettünk. A másik, hogy gyakorlatilag nincsen titkunk, se egymás előtt nincs, se a társam előtt nincsen, és hogyha ezekre a veszélyekre nem figyelmeztetjük a gyerekeinket, és nem figyelmeztetjük saját magunkat, akkor annak a következménye a válás, a család felbomlása, helyreállíthatatlan konfliktusoknak a kirobbanása. Nyíregyházán ebben az évben jött létre egy ifjúsági alap. Ez a fiataloknak nyújthat évi maximum 1 millió forintos támogatást. Ebből az összegből olyan terveket valósíthatnak meg, amelyek iskolájukat vagy saját környezetüket érintik, közölte a város alpolgármestere. Úrik Attila hozzátette, a nyíregyházi önkormányzat célja, hogy fiatalosabbá tegyék a várost. Ez a pályázat lehetőséget biztosít, hogy ebbe a folyamatba beleszóljanak az érintettek is. Lényegében bármi, ami az ifjúsággal és helyi nyíregyházi programokkal összefügg, a kérés az az nyilvánvalóan, hogy mivel azért az emberkék nagy része még kiskorú, hogy legyen olyan partner szervezet vagy civil szervezet mögöttük vagy mellettük, aki ezeket a pályázatokat hivatalosan be tudja nyújtani az önkormányzathoz. Az egyik szervező egyesület, a Nyíregyházi Ifjúsági Kerekasztal 2015 óta működik. Egyik fontos feladata a fiatalok motiválása. Működésük eredményességét jelzi, hogy már 32 tagszervezettel rendelkeznek, amelyek az ifjúság ügyeiért tevékenykednek helyi szinten. A nyíregyházi rendőrkapitányság bűnügyi osztálya lopás miatt folytat büntető eljárást R. István 58 éves és M. József 42 éves nyíregyházi lakosok ellen. A megalapozott gyanú szerint a férfiak 2018. február 16-án betörtek egy nyíregyházi családi házba, ahonnan különböző fémeszközöket tulajdonítottak el. A nyomozók a széleskörű adatgyűjtés eredményeként rövid időn belül azonosították, majd április 17-én Nyíregyházán elfogták a feltételezett tetteseket. A rendőrkapitányságra előállított férfiakat gyanúsítottként hallgatták ki, akik beismerő vallomást tettek. M. József kihallgatása során még további 4 betörést is elismert, amelyeket Nyíregyházán követett el. Belvárosi, lakatlan házakból főként fémhulladékokat és különböző használati tárgyakat tulajdonított el, de volt, ahonnan festménnyel vagy egy üveg borral távozott. A nyomozók a gyanúsítottakat őrizetbe vették és előterjesztést tettek előzetes letartóztatások indítványozására az illetékes ügyészségnél. Idén 45. alkalommal tart Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei gyermekkönyvhónapot a Móri Zsigmond könyvtár. Ez idő alatt közel 40 program várja a könyvek szerelmeseit megyeszerte. A legnépszerűbb eseménye az előzetes visszajelzések alapján Leiner Laura, a Szent Johanna gimi sorozat írójának látogatása lesz. A Móri Zsigmond megyei és városi könyvtár először 1972-ben rendezte meg a megyei gyermekkönyvhónapot, amely később országos rendezvényén nőtte ki magát. Ennek célja, hogy a 21. század gyermekeit, akik a technika vívmányai közt nőnek fel, olvasásra ösztönözzék. Lehetőségük van gyermekkönyvek íróival személyesen találkozni, és könyvtári környezetben kötetlenül beszélgetni velük. Nyilvánvaló az, hogy a digitális technika az a fejlődésnek egy olyan eleme, amelyet elkerülni nem lehet, sőt a fejlődéssel lépést kell tartani, de azt elmondtam itt is, hogy Gutenberg nem véletlenül találta fel egy új irányt adva a humanizmusnak a kezdetén a könyvnyomtatást, mert a könyvnek az olvasása sokkal jobban pallírozza az elmét, sokkal több szókincset tud biztosítani az emberek számára, mint hogyha mondjuk egy iPad-en vagy egy laptopon olvas valaki egy könyvet. Egyébként is könnyebb szaga van a könyvnek, hogyha a könyvtárban olvassa, vagy otthon a csendes magányban jobban kikapcsol, jobban tudja a stresszt oldani.
A programok jó részét az adott év aktuális évfordulóihoz, valamint a jeles napokhoz kapcsolódva szervezik. Így 2018-ban a családok éve, Mándi István születésének 100. évfordulója, a Mátyás király emlékév, valamint az anyák napja és a madarak és fák napja a témát a gyermekolvasók ünnepének. Idén 38 rendezvény lesz, amelyből 25 a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtárban, 13 program pedig Tiszavasváritól Pusztadobosi, a települési könyvtárakban zajlik majd. Úgy gondolom, hogy Leiner Laura írónő látogatása lesz a legnépszerűbb a fiatalok, kamaszok körében. Egy nagyon népszerű író, a Szent Johanna gimű sorozat tette őt nagyon népszerűvé és elismerté. Mindössze 32 éves írónő olyan sikereket ért el, hogy több megyeszékhelyen és városban is sorban állás van, ha ő ott dedikál. Úgyhogy bízunk benne, hogy ez itt Nyíregyházán is így lesz. A könyvhónap programjai április 23-án kezdődnek, és május 24-ig tartanak. Az ünnepség sorozat minden korosztály számára sokszínű programot kínál. Tizennyolc győzelemmel és 8 vereséggel a harmadik helyen zárta az alapszakaszt az NB1B piros, azaz erősebb csoportjában a Nyíregyháza Blue Sharks. Sitkó Ernő szakmai igazgató elégedett azzal, hogy a csapat elérte a minimális célt a 4 közékerüléssel, de nem szeretnének itt megállni a cápák. A rájátszás első körében a Vasas lesz Nagy Krisztiánék ellenfele. 26 mérkőzést követően ért véget az alapszakasz a férfi kosárlabda NB1B-ben. Az új lebonyolítási rendszer szerint az erősebb piros, illetve a gyengébb zöld csoportra osztotta a mezőnyt a szövetség. A két cápák végül 18 győzelemmel és 8 vereséggel a harmadik helyen zártak a piros csoportban, az Oroszlány és a Veszprém mögött. Hazai pályán csak az alapszakasz győztes Oroszlánytól kapta ki Busi Ivánék, akik 6 alkalommal idegenből is győzelemmel tértek haza. Bár Sitkó Ernő szakmai igazgató kissé sokkalja a vereségek számát, összességében elégedett a bajnokság első szakaszában nyújtott teljesítménnyel. Ha azt mondom, hogy a harmadik helyen zártuk az alapszakaszt, akkor alapvetően kimondhatjuk, hogy azt a célt, amit kitűztünk, ugye a 4 közékerülés volt a minimális célunk, azt elértük így az alapszakasz végén. Viszont a 8 vereség azért egy kis hiányérzetet hagy maga után. Úgy gondolom, hogy kaptunk ki olyan mérkőzéseken, amiken nem lett volna szabad. Kicsit nagyobb koncentrációval tudtunk volna nyerni ezeken a találkozókon is. Sok mindent kell tanulnunk, ugye a fiatal csapatnak jellegzetessége az, hogy nem nyújt kiegyensúlyozott teljesítményt, de azért meg kell tanulni, hogy hogyan kell idegenben játszanunk, és ilyen találkozókat hogyan tudunk megnyerni. Összességében azért, hogyha a tabellát megnézzük, és azt mondjuk, hogy a rájátszás első körét hazai pályán kezdhetjük, akkor azt mondhatjuk, hogy végül is elértük azt a célt, amit az elején kitűztünk önmagunknak. A csapat kapitánya Nagy Krisztián szerint összességében a maguk által elvártak szerint teljesítettek, de most már előre tekintenek, mivel szeretnének minél tovább jutni a rájátszásban. Volt egy-két mérkőzés, amit a saját hibánkból vesztettünk el, és hogyha azok megvannak, akkor talán jobb helyen is zárhattunk volna. Illetve volt rengeteg mérkőzést, amit bravúrból behúztunk, szóval hogyha azok pedig elmentek volna, akkor nyilván nem tartanánk itt. Én teljesen elégedett vagyok a csapatnak a helyezésével, az alapszakasz helyezésével, hiszen 2 fordulóig kiharcoltuk magunknak a pályaelőnyt, hogyha úgy alakulna, akkor egyedül a döntőt kell pályahátrányból játszanunk. Remélem, hogy megvan még a csapatban a lelkesedés, a kitartás, és maradt annyi energiánk, hogy bejussunk a 4 közé, és ott onnan is tovább lépjünk. Mivel a nyíregyháziak több fiatal játékosa érintett a jövő hét második felében esedékes hazai rendezésű junior döntőben, a Vasas elleni rájátszás párharca május 3-án kezdődik. A további párosítása következő Oroszlány Miskolc, Veszprém Nagykőrös és tehetséges fiatalok PVSK. A párharcok 2 győztes meccsig tartanak. Hazai pályán szenvedett 2-1-es vereséget a labdarúgó MB3 legutóbbi fordulójában a Nyírbátori FC. Az Ambrusz Árpád által irányított együttes jelenleg a 9. helyen áll a keleti csoportban, 4 pont előnnyel a már kiesést jelentő 14. helyhez képest. A bátoriak vasárnap a tabellán közvetlenül előttük álló Diósgyőr 2 vendégei lesznek. Az elmúlt fordulókban sorra hullajtotta a pontokat a nyírbátori futballcsapat, így a közvetlen riválisnak számító Jászberény ellen mindenképpen győzni szerettek volna a hazaiak. A vendégek azonban már az első félidőben vezetést szereztek, sőt a második játékrész elején megduplázta előnyét a Berény. Pálinkás gólja már csak a szépítésre volt elegendő, így pont nélkül maradt a nyírbátor. Rivális érkezett hozzánk, hiszen előtte utánunk volt a tabellán, most megelőzött minket.
Teljesen egyenrangú ellenfél volt a két csapat, talán kimondottan egyik csapat sem játszott jól. Mi két durva hibát vétettünk, az ellenfél pedig csak egyet, ezen múlt a három pont sorsa. A Nyírbátornak nagyon hiányoznak a télen a Sparihoz távozó Hornyák Marcell góljai. A támadó ősszel szerzett 15 találatával még mindig vezeti a csoport góllövő listáját. Télen távozott a csapat legerősebb játékos, a Hornyák Marcell, és igazából még mindig keressük az utódját. Igazoltunk is, és csapaton belül is próbáljuk őt pótolni, de sajnos még egyetlen tavaszi mérkőzésen se sikerült egy gólnál többet szereznünk, így pedig nehéz előre jutni. A tabella negyedik helyezett és a legjobb kieső között 7 pont van, tehát körülbelül arra még két kieső helyre 10 csapat pályázik. Mindenképp kiélezett lesz, talán még az elmúlt éveknél is jobban. Arra számítok, hogy csak az utolsó meccsen fog eldőlni, hogy még az a két csapat, aki búcsúzik ettől az osztálytól. A Bátoriak vasárnap a tabellán közvetlenül előttük álló Diósgyőr 2-höz látogatnak. Az ő szereplésük nagyban függ attól, hogy az első csapattól hány játékos játszik vissza. Éppen ezért nagyon hullámzó teljesítmény nyújtanak, úgyhogy csak az összeállítás ismeretében tudunk majd nyilatkozni arról, hogy mik az esélyek. De nyilván most bárki játszik, akkor is ezt a mostani vereséget mindenképpen feletednünk kell egy pontszerzése vagy pontok szerzésével. A forduló további párosítása a következő, Deac Cigánd, Gyöngyös Balassagyarmat, Tája Putnok, ESMTK Tiszaújváros, Jászberény Monor és MTK 2 Füzesgyarmat. Most pedig iradunk végén, nézzük legfontosabb híreinket még egyszer röviden. Elfogadták a képviselők a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitányság beszámolóját a megyei közgyűlésen. Megyékben már évek óta csökken a regisztrált bűncselekmények száma, amelyhez a fokozott rendőri jelenlét mellett a térfigyelő rendszerek és a polgárőrség megelőző jelenléte is hozzájárul. A közgyűlés a számos napirendi pont között elfogadta továbbá a megyei klímastratégiát is. Több mint 3000 jelentkező, közel 5500 jelentkezést nyújtott be a Nyíregyházi Egyetemre a 2018-as általános felvételi eljárás keretében. Ugyanakkor a jelentkezők száma az előző évihez képest 5%-kal csökkent. Ennek az az oka, hogy az oktatási intézmény a piacorientált képzésekre koncentrált, így több olyan szak is volt, amelyet nem hirdettek meg. Elvándorlás, drogfogyasztás, digitális világ. Többek között ezekről a témákról szólt a második Nyíregyházi Ifjúság Konferencia. A Debreceni Egyetem egészségügyi kara, a Nyíregyházi Ifjúsági Kerekasztal és a Nyíregyházi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum közös rendezvénye workshopokkal és előadásokkal készült a fiatal generációnak. A megnyitón az is elhangzott, a Nyíregyházi Önkormányzat akár 1 millió forinttal is támogathatja a diákok ötleteit. Önök a Kölcsey Televízió híradóját látták április 19-én csütörtökön. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd önöket. Tudósításainkat addig is elérik holnapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Viszontlátásra! Folytatódik a napos idő. Döntően anticiklon alakítja térségünk időjárását. Ennek keleti peremén többnyire száraz, pénteken napközben átmenetileg néhány fokkal hűvösebb levegő áramlik fölénk. Az éjjeli órákban derült, csapadékmentes idő várható. Az északi szél több felé élénk, néhol erős lesz. Reggelre általában 8 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap eleinte gyengén felhős, később derült idő várható sok napsütése, csapadék nélkül. Az észak-keleti szél megélénkül, helyenként megerősödik. A késő délutáni óráktól mérséklődik a szél. Délutánra 20 fokig emelkedik a hőmérséklet, fronthatás nincsen térségünkben. Szombaton is derült, napos, száraz időben lesz részünk. Vasárnap a napsütés mellett már több lesz a gomoly felhő, melyekből egy-egy zápor, esetleg zivatar is előfordulhat. A jövő héten változékonyabb időre van kilátás, a napos periódusok mellett többször megnövekszik a felhőzet, és több ízben számítani lehet esőre, záporra, helyenként zivatarra. Szerdától a hőmérséklet is több fokkal visszaesik majd.